Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Hámori temetőbe. Itt állunk 125 évvel ezelőtt született Vásárhelyi István sírjánál. Vásárhelyi István, azt lehet mondani, hogy mint egy szikla magasodott a Garadna völgyi Pisztráng telepen, nem csak a közel két méteres alakja és dörmögő hangja tette ilyenné, hanem egész jelleme is. Hiába próbálták többször elszéríteni hitétől, hiába próbálták az életbe és szakmájába zsarolni, rendíthetetlen volt, mint egy kőszikla. Ez a pár kövi rózsa, ez legyen jelképe, mert csak a kövi rózsa tud megmaradni a kősziklán. Azt mondja egy régi bölcsesség, hogy egy országot hazává az ősei sírja teszi, illetve az, hogy ezeket hogy becsüljük meg. Én bízom benne, hogy ezeket a neves embereket, akik itt nyugszanak, meg fogjuk becsülni. Én szeretném felkérni Tondi Sándort, illetve dr. Csorba Gábort, a Természettudományi Múzeum vezérigazgató helyettesét, hogy mondjon egy beszédet, illetve leplezzék le a síremléket. Uraim, két sír előtt állunk itt, nem véletlenül. Hivatalosan Herman Otto év van ennek minden állami támogatottságával és megjelenésével együtt, halálának 100. évfordulója alkalmából. Ugyan ezen év az, amikor Vásárhelyi István születésének 125. évfordulóját is ünnepeljük. Ezt a két tudós férfi ezen évfordulókon kívül pályájuk rengeteg apró részletet köti össze. Ezek egy része ismert, más része csak némi búvárkodás után kiderítható. Hasonlítjuk össze. Viszonylag későn kezdtek el publikálni, kb. 35 éves korukban írták az első olyan munkát, amely viszont már olyan minőségű volt, hogy erre a hazai, majd később a nemzetközi tudományos világ is felkapta a fejét. Eznek egyik eleme volt, és talán a nagy közönség számára legismertebb Herman Otto részéről a Madarak hasznáról és káráról című könyve. Az ő inspirációjára és őt követve pedig Vásárhelyi István megírta a Kétértőek és hüllők hasznáról, káráról, valamint a Hasznos és káros vademlősök című könyveket. Vásárhelyi Istvánnak mintegy 500 publikációja ismert, köztük a már említett két meghatározó könyv. Ezek könyvtárakban hozzáférhetőek. Jelenleg 52 emlősfaj, 757 példányát őrizzük a Magyar Természettudományi Múzeum emlősintenésében. Én 43 éven át végeztem faragói tevékenységemet, mind a mai napig, és tulajdonképpen nekem nem volt szükségem arra, hogy példaképem legyen. De miután megbíztak ennek a igen-igen csodálatos munkának az elvégzésére, utána néztem ugye én is Vásárhelyi Istvánnak az életútjára, és az életútját áttekintve azt kell, hogy mondjam, hogy a munka befejeztével, illetve talán a mai naptól őt fogom példaképül választani. Szeretném megkérni Turánszki evangélikus tiszteletes urat, hogy szentelje meg a sírt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Vásárhelyi István nagyon sok népdalt ismert, és nagyon szívesen énekelt. Ajándékul neki és az ünneplő gyülekezetnek hallgassunk meg egy népdalt. Szedjétek le, lányok, rólam a virágot, csak azt az egy bazsa rózsát helylen ellene szakítsátok. Köszönjük szépen, akkor szeretettel várjuk Önöket a Ligatörődi Pisztráng telepen.
munkája, a publikációja, az írásainak ekkor volt a legtermékenyebb időszaka. Ebbe az időszakban 4 könyve jelent meg, 300 írása, mint említettem, természettudományi kutatások. Az egész szemlélete, amit ő vallott, a természettel való együttélés. Ő merte azt kimondani, hogy a rókát nem kell lelőni azért, mert bejött a tyúkunkhoz elvinni. Hát mi foglaltuk el az ő területét, és felkínáltuk neki a táplálékot. Egészen másképp gondolkozott ezekről a dolgokról ő. Ő volt az első Magyarországon, aki etológiai kutatásokat végzett. Ugye szépen talán úgy mondanánk, hogy viselkedéstan. Ugye a földi kutyát hallottuk, a güzőegér, a nyest nyuszt párzásáról, viselkedéséről, hatalmas tudományos munkái voltak. Azt hiszem, hogy emberi nagyságát ezek a dolgok mind jelzik, és nagyon sok fiatalnak tényleg példakép lehetne ő és a másik nagy tudósunk, Hermann Ottó is. Engedjék meg, hogy én itt elhelyezzek egy kis koszorút. Tehát engedjétek meg, hogy szeretettel megköszönjem Szondis anyi barátomnak a síremléket, azt, hogy ezt a csodálatos Lutra emlékművet Hocsi Gyuri barátommal megcsinálták. Erről a Lutra dologról szeretnék néhány dolgot elmondani. Mindnyájan tudjátok biztosan, hogy Fekete Istvánnak a Lutrájáról van szó. Olyan részletességgel és pontossággal le tudja írni, egyetlen találkozás nem volt elég. Ha figyelmesen a sorok közt olvassuk azt a 40-50 lapot a könyvből, akkor kiderül, hogy legalább 5-ször kellett Fekete Istvánnak itt kijárni a telepen. A lényeg az, hogy apám 58-ban, amikor megjelent az Emlősös könyve, kereste a kapcsolatot Feketével, kerülő úton, mégpedig a dr. Beresz Péter útján, aki viszont nagyon jó kapcsolatot ápolt mind a kettőjükkel. Tehát apámmal is volt is itt a telepem, még halála előtt is volt itt Péter bácsinála, és rajta keresztül kereste meg Feketével a kapcsolatot. Előkerült nem is olyan régen, vagy 2 hete egy képes lap, mert a Beresz Péter bácsiról tudni kell, mindig saját készítésű felírton készült madaras képével, azzal levelezett. Megvonalasztott, megírta. És azon visszajelzi apámnak, hogy Pistán, a könyved, a különlenyomatok megérkeztek, utasításodnak megfelelően átadtam Fekete Pistának. Tehát ő már akkor kereste a kapcsolatot. Aztán megint filmszakadás van. Úgyhogy ez az egész Lutra témával benne vagyunk egy nagy gödörbe, amiben időnként megkapaszkodunk valahol, és helyrehozunk valamit. Kapcsolatba került a filmesekkel, akkor az 50-es években ugye Homokin Nagy Istvánnak a filmjeit, Kollányi Guszi bácsinak a filmjeit forgatták itt. Akkor forgatott itt, az sokak előtt ismert lehet a neve a tévéből, a Czóbel Anna operatőr. És 33. március 1-én megérkezett az első Zniovárajáról az első Lutra szállítmány, azt lehet mondani, hogy azóta szinte folyamatos a termelés. Vásárhelyi István is akkor érkezett ide a telepre, és azt lehet mondani, hogy haláláig itt dolgozott szinte folyamatosan. Akkor 2 fajt tenyésztettek, csak a sebest és a szivárványos pisztrángot, jelenleg 3 fajt tenyésztünk és 3 változatot, ami itt előttünk látható, ez a sebes pisztráng, meg a mellettünk lévőben is sebes pisztráng van, egyetlen őshonos pisztrángfajunk. És most kísérletet teszünk arra, hogy ezt külön választjuk. Minden egyes anyahalat mikrocsippel láttunk el, minden egyes anyahaltól DNS mintát vettünk, és részben Juvianában, részben Szent István Egyetemen Gödöllön vizsgálták be.
mint várható volt, nagy részben hibridek ezek már, de ha 99,9%-os dunai vérvonalat elő fogunk tudni állítani, az egy nagyon jó eredmény, és egész Európában itt lesz csak egy ilyen állomány.